Sziasztok, The Simsologist vagyok, ez pedig itt a Super Sim Challenge nevű sorozatomnak a következő része, és az előző részben egy csomót partiztunk, úgy látszik, hogy kimaxoltuk a logika jártasságot. Nagyon régen volt az utolsó rész, úgyhogy nem igazán emlékszem pontosan, hogy mik történtek, és választanunk kell egy új életcélt, ugyanis ezt már teljesítettük, és egyébként egy új karriert is kéne választanunk, szerintem, bár nyáron tervezek visszamenni Granite Falls-ba, hogy összegyűjtögessük a maradék gyógynövényeket. De addig is végül is dolgozhatnánk, és életcél szempontjából egyetlen karrier van hátra, ha jól emlékszem, kivéve a színész karriert, ugye, ami interaktív, szóval ezt akarom hagyni a végére, és ez a karrier a bűnöző karrier, úgyhogy lehet, hogy most egy kicsit lecsúszunk negyjával, így az erkölcsi csúszdán, jó mélyre. Ó, még ki is kell nyírnunk valakit, ugyanis beszélgetnünk kell a Grim Reaperrel a sajtószendvicsekről. Superparent, ezeknél nem kell karrier, Deviants, ugye itt van a Join the Criminal Career életcél. Illetve ennél pedig el kell érnünk a 10. Mischief jártasságot, ami nincsen olyan messze, szóval szerintem az is bőven teljesíthető. És itt meg azt kéri, hogy Join the Acting Career. Szóval ezek vannak hátra, ami karrierhez köthetőek. Az állatkásokat is majd addigra hagyjuk, mikor családunk lesz, vagy mielőtt családunk lesz. Creativity-ből. Minden megvan a családosból, nyilván semmi. És majd a család után, hogyha elpatkoltak, akkor fogunk vámpírkodni, én úgy döntöttem. Public Enemy, igen, ezt néztük. Food, grilled cheese, ez volt. Mansion Baron. Wow. Kell 350 értékű ház. Nem tudom, most mennyit ér a házunk, illetve 20 oszloppal kell rendelkeznünk. Még nincsen szerintem annyi pénzünk, hogy 350-et még nincs annyi pénzünk, hogy 350-et összekaparjunk a házunkra. Szóval ezt passzolom. Egyelőre nézzük a többit. Archaeology. Ott el kell mennünk, ugye, Salvadorádába, Strangerville-t is majd később csináljuk meg, mert ez is ilyen helyhez kötött. A lábnál a szalmétet, ha majd családunk lesz, ezeken pedig dolgoztunk, mert kivéve a Jungle Explorer-on, nem tudom kimondani, azon nem dolgoztunk még, és a Good Vampire is későbbre maradt, szóval egyelőre akkor menjünk le így az erkölcsi ranglétrán jó mélyre, és csatlakozzunk a bűnöző karrierhez. Nagyon fog az nedjának tetszeni, egy kicsit bedimbul, mérges volt, amiatt, hogy nem talál egy növényeket, úgyhogy úgy döntött, hogy le kell vezetni ezt a feszültséget. Wow! Miért kaptunk pénzt? Engem ez érdekelne leginkább. Jesus. Megint kaptunk pénzt a különböző cuccainkért, és így 4-es szinten vagyunk, ami király, 2 szint kell ahhoz, hogy feljebb lépjünk, és egyébként mischief interakciókat kell végezni, ami pont passzol hozzánk, ugyanis ki kell maxolnunk ezt a skillt is. 4 embernek kell diszlájkolnia minket, úgyhogy egy kicsit gonoszkodunk mindjárt, csak megnézem, hogy van-e szó arról ebben az életcélben, hogy melyik ágazatot kell választani a karrierben. Nem, csak el kell érni itt a 4-es szintet. Itt pedig az, hogy el kell érni a 8-as szintet, de nem mond semmit arról, hogy melyik ágazat, úgyhogy teljesen mindegy, majd, hogyha eljön az idő, akkor választunk. Na, gyere ide, Taki néni. Bácsi. Mischiefkedünk veled egy kicsit. Hey, miért nem tudunk mischiefkedni? Először be kell mutatkoznunk. Jó, friendly introduction. Valószínűleg a sármos negyet mindenki így is úgy is szeretni fogja, függetlenül attól, hogy gonoszkodni fog. Jealous Dance Machine és Romantic, wow. Azt mondja, hogy mischief. Igazából teljesen mindegy, miket csinálunk. Mischief, Noxus Cloud.
Nem tudom kimondani. Ma nem tudom kimondani az angol szavakat. Lie about career. Senki nem akarná, hogy megtudja. Megtudják, hogy bűnöző. Invite a fake party. Kicsit hangosan beszélnek. Mischief. Describe apocalypse. Pickpocket. Úristen, kirabolhatnánk ezt a menő. Mert mint hogy zsebtolvajkodhatnánk egy kicsit. Mondjuk azt nem akarom, hogy a takarító bácsink ne szeressen minket. Adjunk neki borravalót. Mert az nem lenne túl jó. Nyilvánvalóan itt dolgozik, és szeretnénk, hogy jó munkát végezzen. Give bad news. Share conspiracy theories. Úgyhogy elmenjünk majd a városba gonoszkodni. Ez a terv. Hogyan a skillünk? Ez a kis mischief skillünk. Egyelőre 7-es, szóval még sokat kell dolgozni rajta. Nagyon-nagyon beleéli magát a történeteibe, kihív minket Alan Fry. On a date! Jó. Megyünk. És ott nagyon sokat fogunk gonoszkodni, szóval nem biztos, hogy ez egy nagyon jó randi lesz. Nem feltétlen az ismerősünkkel fogunk gonoszkodni, szimplán az ott lévő emberekkel. El kell érni, hogy utáljanak. Wow, ez egy elég érdekes telek. Meg kell hagyni. Ki vagy? Néni? Ide figyelj. Mi most gonoszak leszünk veled. Mit szólsz? Hopszítő valaki. Elájult. Ó, és ez egy bácsi? Én azt hittem, hogy ez a néni Brindleton Bay-ből. Na. Kezdjünk is bele. Mean. In time and there is a llama. Hé, gyere vissza, éppen gunkók akarunk lenni veled, te. Ne vicceljél már. Nem menekülhetsz a sorsod elől. Mean. Give me gift. Azaz nagyja kejfölne ülve. Kiabálj vele. Ó, és még le is fényképezik. Én is lefényképezem. Hogyha már a paparazzik fényképezhetnek, akkor én is. Ez itt a felállás. Oh. Szegény bácsi amúgy. Milyen gonoszak vagyunk vele. De sajnos ez egy ilyen játék. Néha ezeket az életcélokat is kell teljesíteni. Legfőképpen akkor, hogyha az ember... Super Sim Challenge-et csinálja, közben nézeget, amik történnek itt a képernyőn. Argue. Összekedjünk a munkáról. És egyébként teljesíthetnénk a Love Day-t, hogyha már itt vagyunk, de mindegy. Annyira nem számít. Hey, jelet. Hova mész? Ember. Ne idegesíts, mock outfit. Te nem mész el. Mean. Insult. Mean. Jeer. Nem mész el. Ő nem dislike-ol minket, igaz? Nem dislike-ol minket. Hát szégyen. Itt mindenki elmegy? Mi az a sok öreg ember? Kellenek a friss húsok ebbe a városba, úgyhogy majd valószínűleg töltök le embereket. Később... Na, téged ismerünk? Nem. Ez esetben rude introduction. És ne beszélgess már a randiddal, nem ezért jöttünk ide. És mi az a papucs meg zokni? Már ezért megéri összevesznünk veled. Na jó, most megpauzézom egy kicsit a játékot. Bepakolom a világ összes introductionjét, a interakcióját a gonoszból. Nehogy az legyen, hogy megint itt hagynak minket. Nem tudnám feldolgozni a veszteséget.
More choices mean shout forbidden words mean argue about career, és úgy látszik, hogy ennyit tudtunk beprogramozni valamiért. Jaj, nem mischief, mean. A csém nem tudnak egy helyben maradni két másodpercig, úgy látszik. Már értem, miért keltek fel, ezt nem lehetett ülve. Most ez is mean. Give me a gift. Orazor Dorina. Tuli, Fribi Floima. Cheer. Fanny? Do the wall cake. And my mother is a llama. Oh, Stevie, freak. Brush off. Chargo Munda. Yabi Horm. Yabi Horm. Mock outfit, ez az, erre vártunk. És ezzel mennyi egyébként a megítélésünk szerintem, mármint ez. De elég magasan van, úgyhogy talán nem lesz ebből a probléma. És vissza tudjuk majd hozni a későbbiekben, hogyha nagyja megunja a gonoszkodást. Elég hosszan veszekednek egy dologról egyébként. Hú, most nagyon mérgesek vagyunk. Tuti, minket beszéltek ki. Hogy van pofájuk? Veled is gonoszak leszünk. Throw drink. De véget fog érni a randink, és akkor haza kell mennünk, azt hiszem. Mindegy, majd átívjuk ezeket az embereket házhoz. Házhoz jönnek az oltásért. Ezek a veszekedések nagyon sokáig tartanak. Wow, hogy teljesítettük azt a tradíciót, de komolyan... Ja, mert randin voltunk. Hopi. Chill out. Shippy. Imádom, amikor benyögnek egy-egy szín... Oh, reputation lost. Sad story. Szóval imádom, amikor beszúrnak egy-egy szimszót így a nagy beszélgetésbe. Fight! 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 Gyerünk, negye! Annyira izomállat vagy, hogy tud itt nyerni a hely. Nem érdekel ez a bácsi minket. Hey! Te csaj! Nem mész el? Provok. Pickpocket. Ha már itt van. És... fight! Nem tudom, mi van már ezekkel az emberekkel, hogy egyszerűen nem lehet elkapni őket. Na figyelj, hallgass meg minket! Fontos verekedni valónk van veled. Nagyon kemények vagyunk. Upi! Várjatok. Kicsit lemaradtam az interakciókkal. Insult face. Szóval. Nekünk drukkolnak, ez az. Jipsz, jipsz, jipsz. Szóval. Spice Festival van, ami király, mert ott egy csomó emberrel összeverekedhetnénk, bár itt is egészen sokan vannak. Ez az. Már ketten utálnak. Ki legyen a következő áldozatunk? Legyen ez a bácsi. Gyere, belénk kötöttél? Megmutatom én, hogy ki bekössél bele, hát nem nagyjába. Ó, mondjuk, nem túl szerencsés, hogy egy vörös hajú csajszi után egy vörös hajú csávót választunk ki, még a végén azt hiszik, hogy valamilyen mintát követek az emberek utálatában, pedig nem. Mondjuk választatnánk a hülye zoknit is mintának, mert az pipa. Mindig sokat kuncogok a gonosz interakciókon a játékban. Olyan kis ártatlanul gonoszak, szerintem.
Ez a jibzibzib, ez ma nagyon menő a szimeknél. Primadary is a láma. Give me gift. Hey, 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 hova mész? Mit csinálsz? Nem mész el. Maradsz. Kár, hogy nem tudunk egyből verekedni. Sokkal hasznosabb lenne. Mint képesség. Ah, mekkora trollok vagyunk nagyjával. Mean Imply Mother is a láma. Ó, és itt valakit kivetettünk a jelenlétünkkel. Fight, fight, fight. Nem érdekel semmi más, csak fightoljatok. Gyerünk. Azzal a legkönnyebb elérni, hogy utáljanak minket. Hello! Azt hittem tökön fejeni, ahogy fel kell. Az fájdalmas lett volna. Mennyi fényképész van itt, meg minden. Szerintetek mi nyerünk? Az előzőt nem tudom, hogy mi nyertük, mert confident állapotban vagyunk. Jébz! Oké, még egy ember utána ki a kövi áldozat. Olyan szép ez a néni. Őt nem fogjuk utálni. Legyen ez a bácsi. Azt mondja, hogy rude introduction. Egyébként azt gyanítom, hogy ezeknek egy része a ti szimeitek voltak, és szegények kicsit előregettek. Csak az öltözékek miatt. Nem tudok beszélni, sajnos. Ja, nem akarok veled bunyózni újra. Hol az új áldozatunk? Hey. Hova lett az új áldozatunk? Ábban bultam. Jó, akkor legyen ez a fenünk. Choice is mean, rude introduction. Mindegy, van elég ember, találunk áldozatokat, nem lesz semmi gond. Start rumor. My choice is mean, jeer. My choice is mean, imply mother is a llama. Choice is mean. Esküszöm, az első embert volt a legnehezebb felbosszantani eddig. Ővel elég sok negatív interakciót csináltunk, mielőtt úgy beadta a dereket. Ask for camping info, wow. Még itt is dolgozna pickpocket. Mean. Brush off. Vagy lehet, hogy azért segített a második. Mert mint, hogy azért volt könnyebb a második, mert segített a negatív hangulatunk, mert mint, hogy mérgesek voltunk. Nem tudom, hogy tartott-e egyáltalán addig a mérgünk. Sneaky snurb. Eskü megtanulnék szimlisül. Hey, fight! Nem engedte ki rabolni magát, ez érdekes. Azt hittem, ennél jobbak vagyunk. Mission, vagyis milestone complete. Nem volt különösebben mission. Have a declared enemy. Nos, ezt te leszel, kedves. Kedves London. Gyerünk, fight, fight! Ez az! Eléggé megy le. Nagyon megy le a megítélésünk. Ezen sokat kell majd dolgoznunk, hogyha visszatérünk a fényes oldalra. Hé, nehogy elmenj, insult. Hé, hova mész? Mit képzelsz? Nem, te meg nem hallgatsz zenét? Nem érünk rá ilyenekre. Nem szó-szó, verekedés. Nem szó-szó. Mean... Fight. Ez az egyetlen, amit most tudok csinálni, mert nincs itt, hogy declare enemy. Tényleg mit kell még csinálni ezen kívül? Get into five fights. Szóval ezzel a bácsival megoldjuk az összeset remélhetőleg. Ott volt, hogy declare enemy, szóval elvileg ezen is túl leszünk. Jó nagy közönségünk van. Hack fan. Ezek után biztos érdekelni. Mean fight. Oh, bad reputation.
nagyon gyorsan megy. Megy le. Ó, ő elvert minket, ez nem lehet. Tiszta izomállatok vagyunk. Ez hogy fordulhatott elő? They are now enemies. Még egy verekedés kell, vagy ez volt az egy verekedés? Nem hiszem, de mindjárt folytatjuk. És kész is vagyunk ezzel is. Elég gyorsan haladunk ebben az életcélben. Az a baj, hogy még kell gonoszkodnunk valószínűleg. Ezután mindjárt meg is nézem. Public Enemy Witness the Death of a Sim. Hát úgy érzem, elérkeztünk arra a részre, amikor már mindenképpen meg kell ölnünk valakit, ugyanis beszélgetnünk kell a Grim Reaper-rel, meg egyébként is tanuljának kell lennünk a halálának. És dolgoznunk kell a kriminális karrierünkön, illetve három ellenségünknek kell lennie. Szóval megkérjük, kivel vagyunk még rosszban, őt, hogy jöjjön már ide, hadd beszéljük meg ezt, hogy legyünk ellenségek esetleg. Ó, nightclub. Nem megyünk veled, Patricia. Egyéb dolgunk van, ne haragudj. És egyébként hogy hívtál fel minket, úgyhogy mi éppen telefonálunk? Ah. Patricia would rather not come. Hát, nem tudja, miből maradt ki. Nem akarok új emberekkel összeveszni egyébként, szóval remélem, hogy összefutok ezekkel az emberekkel, és kijelenthetem őket ellenségünknek. Gyorsan hazamegyünk, nem mint hogyha túl sok szükségünk lenne alacsonyan, de ezért hazamegyünk. Biztos, ami biztos. És úgy látom, hogy lemegy még mindig az éjségünk, ami szomorú. Úgyhogy megvesszük a Forever Fool-t, talán úgy hívják, amelyik sosem megy le, mert mint sosem engedi le az éjség szükségletet. Remélem, az még nincsen meg, mert hogyha megvan, az azt jelenti, hogy bagos a játék, mint legutóbb, amikor az alvás volt bagos. Na, visszatérünk ide. Megnézem, hogy van-e Potion of Youth-unk. Ez nem az. Potion of Youth fehér. Ott van, szóval emiatt nem kell aggódnunk. Traits. Meg kell lenni az összesnek. Forever Fool, yay! Megvettük. Királyság. Szóval elvileg megvan nekünk az összes ilyen, ami király. Mert ezekkel már nem kell foglalkozni. Gyorsan megtöltjük negyet, és utána elvileg soha többet nem lesz ezzel probléma. Nincs semmi a hűtőbe? Akkor megkérjük a kedves kis butlerünket, hogy legyen szíves. Főzzön már nekünk valamit. Assign task. Management. Praise. Butler. Csak először megdicsérjük, hogy jól dolgozzon. Cook family meal. Na, elég lesz egy is, csak gyorsan eszünk, aztán soha többet. Remélhetőleg. Oké. Okay. És mischief skill-t még szerezhetünk számítógépről is, ha trollkodunk a fórumokon, úgyhogy most ez lesz a terv. Talán a web alatt lesz. Vagy a socialize, nem? Szupi. Ott volt. Mi volt még a socialize, nem? Make connections. Jó. Megoldható. És aztán vissza kell szereznünk a kis előítéleteiket az embereknek, mert minthogy a megítélésüket. Nézzétek, milyen sok tulajdonságunk van azért. Ez elég menő. Hey. Azt mondtam, hogy trollkodj a fórumokon. Nem mondtam, hogy abba hagyhatod. Haha, küldjünk lánclevelet. Ez mennyire 20 000 éves dolog. Love days over. Ez
Nem is ennek a bácsinak küldtem, hanem annak a csajnak. Kamuzik ez a gép. Ez mit csinál? Próbáljuk ki ezt, nem tudom, hogy ez micsoda. De kíváncsi vagyok, még nem próbáltam ki sose. Ó, várjátok. More choices. Socialize, ez mi volt? Internet stalk, úristen. Stalkoljuk ezt a bácsit. Zaklassuk. Illetve hát nem zaklatást jelent. Szó szerint. Jó sok pénzt lehet ezzel keresni. Na jó, nem. Ezért a 75-ök nem számítanak olyan nagy összegnek. Minden esetre jól jönnek, tekintve, hogy valamikor új házat kell építenünk nagyjának hamarosan. Ugye, ha elérjük azt az összeget, amiben már meg tudunk építeni egy 350 ezer szimoleonos házat. Nem tudom, hogy keresi a pénzt, de érdekelnének a trükkjei. El tudjuk mostantól dugítani a rakétákat gyümölcsel, ami azért szíves, mert biztos komoly problémákat okoz. Szerintem az egy kicsit túl sok már csíntevésnek, az inkább bűntény az én szememben. Na de se baj. Nem akarunk csatlakozni semmilyen klubhoz, köszönjük szépen. A klubosokat már megcsináltuk régen, azokat az életcélokat. Na még egy trolltek fórum, hát ha meg lesz a 10-es szint. Így most ez a többi declared enemy nem igazán jött össze, és egyébként is el kell érnünk a 4-es szintjét a karrierünknek. De elértük a 4-es szintjét. Hey! Lehet, hogy el kell mennünk először dolgozni. Working 10 hours. És megcsináltuk az ide tartozó dolgokat. És amúgy biztos kaptunk egy csomó karrier jutalmat azóta, hogy nem voltam itt. Amiket szépen eladunk, mert igazából nem szeretném, hogy nyoma legyen a házban annak, hogy mi bűnözők vagyunk. Szóval ezeket a karrier jutalmakat szépen eladom. És ezek szerint legutóbb ki... nem, köszi, nem segítünk. Szóval legutóbb kitakarítottam ezt a részt. Hányas szintű a mischief skillünk? Talán 8? Most jelenleg igen, 8-as szinten áll, szóval még 2 kell. Nem vagyunk olyan messze. Tudom, hogy nagyon uncsi nézni, ahogy skilleket fejlesztünk, de... de sajnos ez is része ennek a kihívásnak. És próbálom minél hamarabb megcsinálni ezt a kihívást, úgyhogy azért sietünk. Ennyire már, mint hogy azért hajtom ennyire nagyját, hogy csinálja a kis dolgait. És miért lettél éhes? Nem etted meg, amit főztek neked? Nem etettünk meg téged. Már értem. Ez esetben főzünk inkább magunknak, az a biztos. Pufferfish nigiri. Ebbe az a rossz, hogy nekünk jó a skillünk, úgyhogy nem fogunk tudni halálos nigirit készíteni. Úgyhogy ezzel nem tudunk kinyírni senkit. Viszont... ehetünk... ilyet. Nem tudom mi ez, de tetszik, úgyhogy olyat fogunk enni. És majd a következő részben elvileg sikerül majd megcsinálni ezt a szintjét ennek az életcélnak, és utána már jön a halálos, szóval, hogyha minden jól megy, a következőbe gyilkolászni fogunk. Legalábbis, ha még nem hal meg senki, akkor csak nekiállunk gyilkolászni, mondjuk bezárni az embereket egy medencébe például. Körbefalazzuk ezt a szép kis medencénket. Itt felhívnak, hogy hallják, hogy verekedtünk.
awful reputation. Nem, miket ír. Különböző lehetőségeket kaphatunk más szimektől, például, hogy menjünk pulikra, meg dobjuk a velünk randizó emberkét, meg ilyesmi. Szóval elég rossznak kell lennie. És mivel rossz a megítélésünk, ezért a karrierünket ez boostolja. Ami király. Remélhetőleg tök jók leszünk. Mi a maximális szintje ennek a reputationnek? Oh, wow. Jól van akkor. Mindent értünk. És elég ideje játszok is már, úgyhogy el is köszönök tőletek. Remélem tetszett nektek ez a rész. Tartsatok velem legközelebb is, de addig is legyetek jók. Sziasztok!